olyan választ fogunk adni, amiben gyönyörködik az Isten. Azt a címet tudnám ennek adni, hogy mindent vagy semmit. Az Úr fő kérdése ma számodra az, hogy mindent vagy semmit. Ugye itt legtöbben megtértő, újjászületett emberek vagyunk, és tudjuk, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, de mégis vannak kérdések, ilyen félelmek, kételyek az életünkben, aggódások, és feltesszük ezeket a kérdéseket, hogy mi lesz velünk, mi lesz a munkánkkal, mi lesz a társunkkal, meg tudok majd felelni az elhívásomban, mi az elhívásom egyáltalán, vagy hogy mi egyáltalán az életemnek a célja, vagy az értelme. Bízhatok-e teljesen Istenben az életem minden egyes területén? De mi van, hogyha csalódni fogok? Mi van, hogyha rosszra teszem fel az egész életemet? Isten biztosan, hogy törődik velem, és gondot visel rólam? És még nagyon sok ilyen hasonló kérdés van, ami megfogalmazódhat bennünk. Vannak területek az életünkben, ahol talán sérüléseket kaptunk, és azokat a területeket olyan nehéz átadni néha Istennek. És a fő kérdés az mindig egy dologra irányul, hogy megbízhatok-e Istenben, hogy jót tervez az életemmel, és bárhová is visz, én bízhatok-e benne maximálisan. És ezekkel a kérdésekkel nem vagy egyedül, szerintem mindannyiunk feltettük ezeket a kérdéseket, a Bibliának a nagy hősei is. De egy valami, amit én láttam a bibliai hősökben, például vesszük Józsefet, vagy Józsét, vagy Dávidot, vagy Dánielt, hogy mindannyian rendíthetetlenül bíztak Istenben, hogy rábízták az egész életüket Istenre. Viszont van ellenpélda is erre a Bibliában. Ilyenek a zsidók, akik látták Isten hatalmas nagy szabadítását, ahogy Isten hatalmas erővel megszabadítja őket Egyiptomból. Mégis azt olvassuk róluk, hogy ők elkezdtek zúgolódni, elkezdtek a körülményeikre nézni, elkezdtek emberekre tekinteni. Azt olvassuk a zsidók 3.19-ben, hogy látjuk is, hogy nem mehettek be Isten nyugalma helyére hitetlenségük miatt. Ők ugyanúgy látták Istennek a hatalmas tetteit és csodáit, mint akiket korábban felsoroltam az Ószövetségből. De volt egy nagyon nagy különbség a kettőjük között, hogy míg a zsidók a körülményekre néztek, az emberekre néztek, amíg bizonyos földi dolgokban bíztak, ezek a hitősök mind minden erejükkel és minden teljes valójukkal rábízták magukat Istenre. Ugye a zsidóknál jöttek a körülmények, nincs ennivaló, nincs hús, nincs víz, túl nagy az ellenség. Lehet, hogy a mai világban nem ilyen kérdéseket teszünk fel, hanem az, hogy miből fogok megélni, mi lesz a munkámmal, hogy lesz-e társam. Nagyon sok kérdés van, ami foglalkoztat minket. És azt láthatjuk a zsidóknál, hogy nem bízták rá az életüket Istenre, és egy emberbe bíztak, nem Istenbe bíztak, hanem egy emberbe, az Mózesbe bíztak. És hogyha Mózes távol volt, akkor minden problémájuk akadt, akkor bálványokat akartak építeni, mert nem az igaz Istenbe bíztak, és nem az igaz Istent imádták, hanem egy embert, aki rajta keresztül szólt. És ezért nem mehettek be a nyugalom helyére, mert nem hittek benne. Hogyha megnézzük az Ószövetségbe a szombati napnak a szimbólumát, azt mondja Isten, hogy én ezt a napot azért rendeltem el, hogy pihenjetek meg, mert egész nap, 6 napon keresztül csak dolgoztok, és a 7. napot szenteljétek meg nekem. Ez azonnak a bizonyítéka, hogy Isten munkálkodik, én feladom a saját erőfeszítésem való bízást, és átadom Istennek azt a napot, hogy hálát adok. Nem tudom, mi lesz a jövőben, de hálát adok a mai napon azért, hogy eddig megsegített, és ezután is segíteni fog. Ugye nekünk már nem kötelező a szombati napnak a megtartása. Ezt a Kolossé 2.16-17-ben olvassuk, hogy senki el ne ítéljen titeket ételért, italért, ünnep, újhold vagy szombati miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Tehát mit jelent nekünk bemenni Istennek a nyugalmába? A zsidók 4.10-ben ezt olvassuk. A teremtéskor Isten befejezte a munkáját, és utána megnyugodott. Ezért, aki belép Isten nyugalmába, az is abba hagyja a saját erőfeszítéseit, ahogy Isten is tette. Dönthetünk, hogy folytatjuk az életünket a saját erőfeszítéseinkből, és bízhatunk magunkban, bízhatunk ezekben a dolgokban, vagy pedig abba hagyhatjuk,
és teljesen rábízhatunk magunkat Istenre. Miért hagyhatjuk abba ezt? Miért hagyhatjuk abba azt, hogy a saját erőfeszítésünkbe bízunk, és a saját magunkban, a körülményekben? Mert Jézus Krisztus már kifizette az árát az elvárásoknak és az elbukásainknak. A kereszten halt meg a te tökéletlenségedért, a hitetlenségért, ami mindannyiunk életében előjön, hogy többé már ne kelljen félned. Ott szerzett szabadulás az életedre, és megvásárolt téged a saját vérén. Azt mondja a 2 Timóteus 1.9. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez az élet már nem rólunk szól, akármennyi is megfeszíthetjük magunkat, és bízhatunk magunkban, a körülményeinkben, Istennél ez semmit nem ér. Még meg sem születtél, ő már tudta, hogy te el fogsz bukni, tudta, hogy nem tudsz egy tökéletes élet lejön, tudta, hogy nem tudod megmenteni saját magadat. És mielőtt már megszülettél, már ő úgy döntött, hogy az ő kegyelméből megvált téged. Szóval a mai kérdés az számodra, hiszem, hogy Isten ezt akarja feltenni neked, hogy mindent felteszed Istenre, vagy ne tegyél semmit. Felteszed rá az életed, vagy nem engeded ki a kezedből az életed különböző területeit. Hogyha egy kicsit ilyen gyakorlatias módon kéne ezt megfogalmazni, akkor hasonlíthatjuk az életünket egy ilyen pókerjátszmához. Nem tudom, hogy ki az, aki valaha pókerezett, vagy tudja, hogy mik a szabályok, vagytok páran. Abban a módon hasonlít az életben a pókerjátszmához, hogy minden körben kapsz lapokat, és eljön a pillanat, amikor döntened kell, hogy eldobod vagy kockáztatsz. Ha túl sokáig tartogatod a pénzed, elfogy, és a végén sajnálni fogod, hogy korábban nem tettél fel mindent a nyerőlapra. Elveszítesz mindent, pedig a kezedben volt az ütőkártya, de eldobtad a félelem miatt. Nagyon sokszor az életünkben is így félünk. Azért nem adunk át területeket, mert félünk. De mi nem a véletlenre bízhatjuk rá az életünket, hanem arra az Istenre, aki úgy definiál magát, hogy ő a szeretet. Ez ő. Ő a szeretet maga. Abban mutatta meg a szeretetét, hogy a fiát elküldte az engesztelő áldozatúra bűneinkért. És ha így fogalmazom meg ezt a kérdést neked, hogy felmered-e kockáztatni az életed a szeretetre, akkor erre mit válaszolsz? Jézus ma is szólít téged, ha még nem mondtál neki all-int, hogy mindent fölteszek az életemből. A Jelenések 3.15-16-ban ezt mondja neked. Jól ismerem mindazt, amit teszel. Ismerlek téged, sem hideg nem vagy, sem forró. Bárcsak hideg vagy forró lennél, de mivel langyos vagy, kiköplek a számból. Jézus azt mondja, hogy mindent, vagy semmit. Vagy teljesen bízol benne, és hiszel benne, vagy ne is foglalkozz vele. Ez nagyon radikálisnak tűnik, mert nem mindig ilyen fekete-fehér az élet, de Jézus mégis azt kéri, hogy mindent tegyünk fel, az életünk minden területét. És ezzel szeretném befejezni ezt a rövid részt, Jelenések 3.20-ból. Jézus azt mondja, hogy nézd, itt állok az ajtód előtt, és kopogtatok. Aki meghallja hangomat, és beenged, ahhoz bemegyek, és együtt vacsorázom vele. Aki győz, annak megengedem, hogy velem együtt üljön a trónomon, mint ahogy én is győztem, és az Atya maga mellé ültetett a trónjára. Szóval a kérdés az, hogy felteszed rá az egész életed most? Az életed minden területét? Itt a válasz arra, hogy ő győzött, és te is győztes lehetsz. Hogy lehet győztes? Hogyha minden területben az életnek Istenre bízod az életed, és all-int mondasz. Most pár perc szünetet fogunk tartani, és arra kérlek titeket, hogy menjünk Isten elé, és válaszunk erre a kérdésre Jézusnak. És imádsággal majd lezárom ezt a részt.
Köszönöm, Atyám, hogy Te pontosan látod az életünket, látod azokat a területeket, amiket még nem tudtunk átadni. Látod azt, hogy mi miért nem tudtunk még bemenni eddig ebbe a nyugalomba, amit Te ígérsz nekünk. Köszönöm, hogy akkor ma van az a nap, amikor teljesen rád bízhatjuk az életünket. Köszönöm, hogy Te magad vagy a szeretet. Köszönöm, hogy annyira szerettél minket, hogy mindent odaadtál értünk, és a fiadat sem sajnáltad. És most, ahogy mindenkinek le van hajtva a feje, én csak szeretném feltenni neked a kérdést, hogy igen, annyit mondasz-e Istenre. Én is felnyújtom a kezemet veletek együtt. Ki az, aki szeretne olnit mondani Istenre? Aki azt mondja, hogy mindenem az övé, teljesen megbízok benne. Látlak titeket. Menj, Atyám, Te látsz minket, Uram, akik most megvallottuk neked, hogy mindenbe bízni akarunk benned. Uram, annyira szükségünk van arra, hogy minden nap, Uram, megújíts bennünk ezt az elköteleződést. És Uram, imádkozom azokért, akik most felnyitották a kezüket, Uram, hogy töltsd be, Uram, az ő életüket, az ő szükségeiket, Uram. Gyógyíts meg azokat a területeket, Uram, ahol gyógyulásra van szükség. Köszönöm, hogy a kereszten minden ilyen területért meghaltál, és hogy elvégeztetett, és hogy nem kárhoztatsz senkit, Uram, ebbe a teremben ma senkit nem kárhoztatsz, hanem szeretsz mindenkit. Imádkozom azért, hogy hatalmasan áld meg ezeket az embereket, és áld meg ezért a döntésért az ő életüket. Köszönöm, hogy értékes és becses számodra mindenki itt. A Jézus nevében. Amen. Amen. Most folytatjuk a dicsőítést, és utána, ahogy múlt héten is hirdettem, egy ilyen zsoltáros rész lesz, és arra kérlek titeket, hogyha volt egy zsoltár, vagy van egy zsoltár a szíveteken, ami mostanában, vagy az elmúlt időszakban bátorított titeket, az lehet, hogy most valakinek szólni fog. Én hiszem, hogy valakinek ma szólni fog. És ha van egy zsoltár a szívedben, imádkozz érte, és gyere majd ki bátran a második részben, és bátorítsuk egymást ezzel. Az Efézus 5:18 azt írja, hogy teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek. Tehát most dicsőítsük őt, utána pedig dicsőítsük őt zsoltárokkal. Most megvan végre mindenem. Bűnöket, a kegyelmem, semmi sem volt.
most megvan végre mindene. Mert gazdag a te a kegyelem, mert kegyelmedből nekem adod magad, most szemtől szembe láthatlak. Mert kegyelmedből lettem gyermekem, a kegyelmet köszönöm neked. Köszönöm neked, semmi sem volt, semmi sem volt nekem, amíg nem jöttél Istenem, most megvan végre mindenem, mert gazdagád a kegyelem. Semmi sem volt nekem, amíg nem jöttél Istenem, most megvan végre mindenem, mert gazdag a lett a kegyelem. Mert kegyelmedből nekem adod magad, most szemtől szembe láthatlak. Mert kegyelmedből lettem gyermeked, a kegyelmed.
Örömmel zenél.
23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az én pásztorom az örökké való, minden jóval ellát engem, túlslegelőim megpihentet, friss patakokhoz terelget, felüdíti a lelkem, és az igazságosság útján vezet, jóságos természete szerint. Bizony, még ha a halál árnyékában, sötét és mély völgyeken kell is átmennem, akkor se félek a gonosztól, mert te, örökké való, ott is velem vagy. Pásztorbotod megvéd, pálcád vezet. Ellenségeim szeme láttára bőségesen megteríted asztalom, mint szívesen látott vendéged előtt. Bizony színig töltött poharam. Jóságod és szereteted körülvesz, amíg csak élek. Az örökkévaló házában lakom egész életemben. Amen. És gyertek bátran, ha van valakinek zsoltár a szívim. Nekem az a zsoltár jut eszembe, amikor olyan sírok és fájdalmam van, hogy például egyedül érzem magam, és vagy szorongok, vagy pánikba esek, akkor az a ige jut eszembe, vessed az Úr a tehedet, és a gondot visel rólad. Ilyenkor kisírom magam Istennek, és akkor meg az a zsoltár, hogy hív segítségül az Úr nevét, és üdvösséged lesz. És bátorítanak titeket, hogy ha valami gondotok van, akkor menjetek az Úrhoz, és mondjátok meg neki, és meghallgat titeket. És szeretiteket az Úr. Ámen. Százhuszonegyedik Zsoltár. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ. Ímé nem szunnyad, és nem alszik az Izraelnek őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet, megőrzi az Úr a te ki és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Thank you.
64. Zsoltárból szeretnék felolvasni, ami sokszor, amikor nagyon sok minden nehéz, meg nem tudom, hogy hogy lesz tovább. Csak ezt szeretném felolvasni. Hát a biztatás lesz nektek. Hallgasd meg, ó Isten, az én kiáltásomat, figyelmezz az én könyörgésemre. E föld széléről kiáltok te hozzád, mert a szívem elepett. Vigyel engem innen a sziklára, ahova én nem jutok. Mert te vagy az én menedékem, s erős várom az ellenség ellen. Hadd lakozzam a te sátorodban. Mindörökké. Hadd menjek, hadd meneküljek a te sátor szárnyaid árnyékába. Szela. Mert te, Isten, meghallgattad az én fogadásaimat, a te neved tisztelőinek örökségét megadod nekem. Ezt a részt, hogy érzem, hogy csomószor az van, hogy el akarok jönni valahova, de nem tudok. És talán ti is értetek sokszor úgy, hogy szeretnék eljutni, és sziklára állni, de nem megy. És a lehetetlen helyzetben. Úgyhogy akkor csak ezt akartam felvetni. Nagyon sok éven át, már újjászületett keresztényként nem értettem igazán Isten kegyelmét és Isten szeretetét. És sokszor volt olyan időszak, amikor úgy gondoltam, hogy ha valamit rosszat tettem, akkor valahogy ezt jóvá kell tenni. És akkor sokszor megterhelt engem magával az Istennel való kapcsolatom. De Isten rávezetett egy zsoltár, ami azóta is nagyon sok örömet ad nekem, mert tudom azt, hogy nem kell igazán Isten előtt sokat adjak egyáltalán, és valójában semmit nem tudok adni Istennek. Egy dolog, amit tudok adni, az egy alázatos, megtört szív. És én is avval szeretnélek bátorítani, hogyha úgy gondolod, hogy akarsz adni Istennek valamit, akkor tudjad, hogy semmit nem tudsz adni, egyedül a te alázatodat. És akkor szeretném felolvasni azt az 51-es zsoltárt. Abból is inkább csak a második részét. Ne nézz bűneimre, töröld el minden vétkemet, teremts bennem tiszta szívet, Istenem. Újítsd meg, erősítsd meg szellememet. Ne taszíts el magadtól, kérlek, ne vedd el tőlem szent szellemedet. Hadd örüljek megint szabadításodnak, tégy újra engedelmessé engem. Hadd tanítsam a vétkeseket útjaidra, örökkévaló, hogy a bűnösök visszatérjenek hozzád. Istenem, szabadító Istenem, ments meg a haláltól, bár megérdemelném, hiszen gyilkosság bűne terhel. Hadd énekeljek jóságodról megint, örökkévaló, nyisd meg ajkamat, hadd dicsérjelek. Hiszen vinnék neked áldozatokat, de nem gyönyörködsz bennük, nem kívánod az égő áldozatot sem. Amit Isten szívesen fogad, az alázatos szellem. Ez az igazi áldozat. Istenem, te nem utasítod el, aki alázatos és engedelmes szívvel jön hozzád.
nagyon sokszor voltam olyan helyzetben, amikor féltem, és eltávolodtam az Úrtól, és nagyon sok nehézség jött az életembe. De annyi sok jót kaptam az Úrtól, hogy nem tudok teljesen elszakadni tőle, és nem is akarok nagyon jó most itt lenni közöttetek. Van egy zsoltárom, ami mindig erőt adott. Nem egy könnyű zsoltár, a 91-es zsoltár, de engedjétek meg, hogy megosszam veletek. Nekem is nagyon sok erőt ad a mindennapjaimban. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam várom, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak a tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályból jár, a döghaláltól, amely délben puszlít, mert elesnek melőled ezren, jobb kezed felől tízezren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését, mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz, mert az ő angyalainak parancsolt, hogy kézzel hordozzanak, őrizzenek téged, kézzel hordozzanak, hogy meg ne üssed lábad a kőben. Oroszlánon és áspis kígyól jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat. Amen. Sziasztok! Én nem találtam meg azt a zsoltát igazából, mondjuk így, de nekem folyamatosan az van bennem, hogy amit Jézus mondott egyszer, hogy aki szomjas, az jöjjön hozzám, és igyon. Hát hol van a forrásod, hogy honnan merítesz? Magadból, vagy Istenből, vagy másból? Én javasolnám azt, hogy a Szentlélekből merítsél. Minden nap lehet inni belőle is. És biztos, hogy nem szomjazol meg. A 139. zsoltárral szeretném, hogyha befejeznénk ezt a részt. Ez a zsoltár arról szól, hogy Isten milyen mélyen ismer minket, és hogy mégis mennyire szeret. Ez a ledöbbentő, hogy minden porcikádat ismeri, minden molekuládat, minden gondolatodat, szándékodat, de mégis szeret. Örökkévaló, megvizsgáltál és jól ismersz. Tudod, mikor leülök, vagy felkelek, ismered még gondolataimat is. Mielőtt bármit tennék, már tudod, szemmel tartod, merre járok. Látod, mikor lefekszem, minden utamat ismered. Mielőtt kimondanám, te már érted a szavam, örökkévaló. Körülvettél mindenfelől, előttem is, mögöttem is te jársz. Rajtam nyugtatott kezed. Minden tudsz, csodálak érte, fel sem érem ésszel, meg sem érthetem. Szellemed elől hová fussak? Jelléted elől el nem rejtőzhetek. Ha mennybe szállnék fel, ott vagy. Ha a holtak közé fekszem, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaival szállanék, és a tenger túlsó szélére költöznék, ott is kezed vezetne, jobb karod ott is megtartana engem.
Ha azt mondom, a sötétség elborít engem, az éjszaka biztosan eltakar előled, meg még a sötétség sem tud elrejteni szemed elől, neked még az éjszaka is világos, mint a nappal, a sötétség pedig világosság. Örökkévaló te alkottad a testem, anyám méhében kezed formált engem. Dicsérlek, mert csodálatos módon teremtettél. Bizony, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Minden tudsz rólam. Még csontjaimat is láttad, ahogy titokban formálódtak anyám méhében. Naponta figyelted, amint alaktalan testem formát öntött. Könyvedben minden része fel volt írva, és a napok is, mikor kiformáltad tagjaimat. Istenem, milyen kedvesek nekem gondolataid. Meg sem számolhatom, olyan rengeteg. Ha megpróbálnám, több lenne, mint tengerparton a homok, s ha megszámolnám, akkor is csak veled lennék örökkévaló. Istenem, bárcsak elpusztítanád a gonoszt, bárcsak elűznéd tőlem a gyilkosokat, akik gonoszul szólnak rólad, akik hamisan esküsznek nevedre ellenségeidet. Örökkévaló gyűlöm gyűlölőidet, megvettem az ellened lázadókat, teljes szívvel gyűlöm őket, ellensége lettem ellenségeidnek. Vizsgálj meg, Istenem, világítsd át szívem, próbálj meg és vizsgáld meg gondolataimat. Nézd meg, van-e bennem gonosz szándék. Vezess engem az örök élet ösvényén. Amen. És dicsőítsünk, ezzel zárjuk a mai alkalmat.
lélek, jöjj, várok rád. Kélek, jöjj, várok rád. Kélek, jöjj, várok rád. Kezem felemelem, úgy várok rád, neved vigasz nekem.
Jó téged dicsőíteni, imádni. Köszönjük, hogy nem a mi cselekedeteinkért, hanem a te kegyelmed szerint bánsz velünk, és Uram, annyira jó bemenni a nyugalom helyére, és nem csak egy napon, hanem minden nap megújulhat a belső emberünk, bemehetünk. Köszönöm, hogy te minden nap megígéred azt, hogy velünk vagy, és a te értelmet meghaladó békességed velünk marad. Köszönöm azt, hogy ma is szóltál hozzánk, és legyen áldott azért a te neved, és dicsőítünk és magasztalunk téged. Kérlek, hogy áld meg a te népedet, legyél velünk, és mutasd meg a te szeretetedet napról napra, a te neved dicsőségére, a Jézus nevében. Amen. Amen.
Hát köszönjük, hogy itt voltatok, és várunk szeretettel titeket jövő héten. Egy vendégtanító fog majd minket Isten igéből tanítani. Akkor is várunk szeretettel titeket. Sziasztok!